ünnepnap ez a mai, a gazdák ünnepe, összegyűlve a megye és a Kárpát-medence minden tájáról, hogy találkozhassunk, megbeszélhessük közös dolgainkat, és a viszontlátás örömével üdvözülhessük egymást. Nem volt pedig kihívásoktól mentes az elmúlt időszak sem. Rendkívüli körülmények között kellett gazdáinak helytállni, világjárvány, elszabadult energia és ünnepanyagára, háború a szomszédban, és ezt még tetőzte egy hideg tavasz és egy rendkívüli, több évtizede nem látott szárazság is. Emberpróbáló idők, de úgy érzem, hogy becsülettel helyt tudtunk állni, erőt merítve a Jóistenbe vetett hitünkből és közösségünk erejéből. Egyesületünk három évtizede meghatározott célja a nemzetpolitikai alapon való közösségépítés, amit felelősséggel vállaltunk és végzünk a mai napig is. Ennek a munkának köszönhetően folyamatosan bővül és erősödik szakmai közösségünk, erőt adva a további munkához és kihívásokhoz. Ezért választottuk az elkövetkező időszak mottójául, együtt a jövőnkért, felelősséggel a vidékért. Ez az ettől, a pillanattól fogva, a jövőre nézve egy olyan szlogen, aminek a szellemiségébe szeretnénk továbbra is a munkákat végezni, azokkal a lehetőségekkel és azokkal a programpontokkal, aminek gyakorlatilag az alapjait már lefektettük. A föld és a munka szeretete vitte előbbre ezt a közösséget, de nagy segítséget jelentett számtalan mezőpaliti gazdának is a magyar kormány határon túli mezőgazdasági és vidékfejlesztési programja, hiszen az elmúlt években sikeresen pályázó gazdaságokban a megvásárolt új munkagépekkel nőtt a hatékonyság és a versenyképesség. Az Istentől kapott természeti értékekkel való jó sáfárkodás mindig is jellemezte a panitiakat. Ezért is mondtunk örömmel igent a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros megyei szervezete kérésének, hogy idén mezőpanitban adjunk helyet a marosszéki gazdanapnak. Egymásba kell kapaszkodnunk, tudás és technológiai transfer, támogatási programok, szakmai szervezeteink kölcsönös segítése és az együtt gondolkodás mellett együtt is kell dolgoznunk. Nekünk küldetésünk megőrizni a teremtett világot, amit az Istentől kaptunk. Nem kizsákmányolni, hanem vele harmóniában élve, az Úrtól kapott tudással, bölcsességgel birtokba venni azt, vigyázni rá és élvezni gyümölcseit. Fontos tehát, hogy a mezőgazdaság, a gazdatársadalom megerősödjön és egyre közelebb kerüljenek az önellátáshoz. Mă bucur să fim din nou împreună la această sărbătoare a toamnei. Când noi fermierii facem bilanțul anului agricol care se încheie, dar ne facem și planul noului an agricol care va urma, un an plin de speranțe și de așteptări, că va fi un an mai bun, mult mai bun sper să fie. Sper că acest an agricol v-a adus multe mulțumiri și realizări. Ne așteptăm la un an mai bun, dar în mod sigur va fi un an mult mai greu. Avem de trecut în viitorii 5-6 ani o criză, o criză economică globală la care trebuie să fim foarte atenți. Din punctul meu de vedere va fi o criză economică chiar mai gravă decât în 1928. Eu am convingerea că împreună, prin unitate, înțelepciune și muncă inteligentă, vom trece cu bine de această perioadă. Dar e cert că doar prin unitate și politică economică, clară și precisă, o politică de piață corectă, vom trece mult mai ușor de această criză, de problemele cu care ne confruntăm cu toții, indiferent de unde suntem. A Covid-nak, illetve a háborúnak egyetlen egy, szerintem egyetlen egy pozitív hatása volt a mi országunkra, illetve az egész Európára úgy hiszem, de a mi országunkra biztos, hogy az emberekbe megérett az a gondolat, illetve rájöttek arra, hogy mezőgazdaság nélkül nincsen élet. Itt minden szektor nagyon-nagyon fontos, és úgy látom a háttérbe szorított mezőgazdaságból most a legfontosabb lett. Ennek nagyon örülök, elsősorban azért, hogy jövőt látok ebben, önökben, gazdákban,
hogy van egy jövő a fiataloknak, meg lehet ebből a szakmából élni, és az elnök úr is, aki előttem főszólalt román nyelven, teljes mértékben igazat adok neki. Sajnos egy olyan 2-3 vagy akár 5 év elé nézünk, ami nagyon nehéz lesz, gazdasági szempontból is, de én úgy érzem, hogy a mezőgazdaság ott is meg fogja állni a helyét. Független attól, hogy növénytermesztés vagy állattenyésztésről beszélünk, mezőgazdaság nélkül nincsen jövő. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt vagyok, és gratulálok a szervezőknek, mindannyioknak, akik részt vettek, részt vállaltak ebbe a munkába, hisz nagyon sokan a rossz időjárásnak figyelembe, rövid időjárás figyelembe véve, és annak ellenére nagyon sokan összegyűltek itt Mezőpanitba, és ezért egy nagy tapsjára a szervezőknek, de ugyanolyan mértékben nagy tapsjára a gazdáknak is, hisz ismerjük a gazdatársadalmat, az egy konok emberek, hogyha valamit maguknak feltesznek, kitűznek egy célt, addig mennek, amíg ezt a célt eléri. És ennek a konokságnak köszönhetően vagyunk ott, ahol vagyunk, hogy nem vagyunk mélyebb ponton, mint amennyire elértünk most, hisz vannak olyan erők, akik és olyan tényezők, akik arra szeretnének, vagy azt szerették volna tőlünk, hogy a gazdatársadalom egy mélyebb pontra kerüljön, mint ahogy most van. Annak ellenére, hogy ilyen kiszámíthatatlan dolgok történtek az elmúlt években, a Covid-járványra gondolok, meg utána a háborús helyzetre, meg az energiaárak elszabadulására, ezt tudjuk, hogy befolyásolja nagy mértékben a gazdatársadalmat, a termelést, de megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy ezeket a negatív inputokat, a negatív behatásokat tompítsuk. Tisztelt mezőpanitiak, miniszter úr, kedves barátaim! Cserembiászes Szövetség állandó tanács tagjaként, igazából, ha megengedik, poénosan itt polgármester úrral szembenéztünk és felcsillant a szemünk, az ernyőt hoztam Kelemen Hunor részéről. Az RMDS egy nagy ernyő, és itt, amivel sétáltak a felszólalók, azt mi biztosítottuk. És ehhez hasonlóan az elkövetkezendőkben is állunk rendelkezésetekre. Nagyon fontos, hogy a mezőpanitiak szívében, lelkében ott van az egész Székelyföldöt, a mezőségtől egészen a Kárpát-karjarig átölelő mentalitás. Miénk itt a tér, ezt be kell lakni, fejlődni kell, és nem keseregünk, hanem dolgozni. Én is így érzek, én is ennek a hitével támogatom a Románia-Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezetét és kisgazda, kisvállalkozó platformként, ha megengedik nekem ezt az enyhe szerénytelenséget, sokszor egy kisebb szürke eminenciásként az én erőmmel, Kelemen Hunor elnök úr támogatásával, hogy fejlődhessetek, és hogy azt a támogatást, amit ezúton is köszönök a magyar kormánynak, és a román kormánynak is a különböző programok keretén belül, azt minél jobban hasznosíthassátok. Itt Mezőpanitban, a mezőség kapujában, ahonnan már kicsit nyugatabbra, északabbra igazából megváltoznak az etnikai arányok, szükség van az önök helytállására. Szükség van az önök kapcsolati erejére, összekötésre. És a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete is ugyanezt a tevékenységet viszi Fazakas Miklósnak a jelenlétével, a falu gazdászoknak a jelenlétével, hiszen román szakmai szervezetekbe való beépüléssel és együttdolgozással a közös hidakat erősíti. A közös hidakat erősítitek, kedves mezőpanitia! Örömmel tettem eleget a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet meghívásának. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek önökkel ezen a 11. gazdanapon, mert találkozni, együtt lenni, szakmai véleményt cserélni, barátságokat kötni, hidakat építeni, az mindig nagyon-nagyon fontos dolog, és mindig is szükséges. A gazdatársadalom csak együttes erővel tudja biztosítani családja boldogulását és az évszázadok óta itt élő és termelő gazdálkodó magyarság egészét. Ahogyan a mondás is tartja, ha messzire akarsz jutni, akkor menj együtt másokkal.
A magyar kormány nemzetpolitikájának célkitűzése külföldi magyarság szülőföldön való gyarapodásának és boldogulásának elősegítése. Mindezt elsősorban a nemzeti identitás erősítésével, a családok és helyi közösségek támogatásával, illetve a gazdaság fejlesztésével valósíthatjuk meg. Ez az a közös út, amelyen együtt tudunk haladni, és együtt tudunk a legmesszebb elérni. Ezen belül nekünk, a gazdatársadalom tagjainak is megvan a közös útunk, amelyet olyan stratégiai útjelzők jelölnek ki, mint a termelői jövedelem és nyereségesség megőrzése, annak növelése, a generációváltás, vagy akár öntözésfejlesztés, erdősítés, agrármodernizáció, digitalizáció, lehetne sorolni a szavakat, sorra egyiket a másik után, de van egy nagyon fontos dolog. Ha nem haladunk együtt ezen az úton, akkor külön-külön lemaradunk. Ha nem állunk bele a változásokba, akkor csak helyben toporgunk. Az elmúlt évszázadokban többször is bebizonyosodott már, hogy a nehéz helyzetekből a tanulni, változni és együttműködni képes gazdák tudtak győztesen kikerülni. Fontos, hogy ez a szemlélet még inkább erőre kapjon, mert az Európai Uniós finanszírozási gyakorlat a továbbiakban is a termelői együttműködések támogatását helyezi előtérbe. Együttműködés. Fontos kulcsszava lesz ez a jövendőnek. Szeretnék ajánlatot tenni önök felé. Van az én életemben egy szabály. A szabály pedig a következő, és ez igaz otthon is, és igaz itthon is. A szabály így hangzik. Amiben a gazdák egyetértenek, az a miniszter álláspontja. Azt kívánom önöknek, hogy tudjanak minél több dologban egyetérteni, annál nagyobb sikerre tudnak érni. Minél többen összeadják az erőket, összeadják a gondolataikat, a szándékaikat, akkor messzire jutunk ezen úton. Azt kívánom, hogy legyenek bölcsek, hiszen minden egyes elvetett mag itt, ebben a földben is a jövőt jelképezi. És azt kívánom, hogy ez az elvetett mag minél több termést hozzon, minél inkább szilárdan verjen gyökeret, jelentse a megmaradást, jelentse a jövőt, a magyarságnak is így, a Székelyföldön.